Természeti kincsünk a víz, mindenkié, bizonyos feltételek mellett. Ez pedig azt jelenti, hogy a szolgáltatásért fizetnünk kell. Azonban a Pannonvíz ZRT esetében a fogyasztók 4%-a, vagyis a 140 ezerből 6 ezeren, 30 napon túli be nem fizetett összeggel tartoznak. A szolgáltató munkatársai személyesen vagy ajánlott levélben keresik fel az érintetteket, akik ezután 5 napot kapnak arra, hogy a számlát kiegyenlítsék, vagy részletfizetést kérjenek. Ha ezt nem teszik meg, a szolgáltató munkatársai lekötik őket a vízhálózatról. Családi házas fogyasztóinknál tulajdonképpen majdnem minden úgy van, mint eddig, ahol nem reagálnak a megkeresésünkre, úgymond nem nyitnak ajtót, vagy nem jönnek el hozzánk az ügyfélszolgálatra, ott, ha lejárt ez a határidő, akkor egyszerűen fizikailag megszüntetjük, elmarkoljuk a vízbekötését a családi háznak. Az adott címen megjelenik egyik reggel a markoló, pár perces munkával kiássák a vízvezetéket, a kollégák megszüntetik, ledugózzák a bemenő csővezetéket és visszatemetik. Víz nélkül természetesen ők sem maradnak, hiszen a törvény alapján az egyfőre jutó napi 20 liter ivóvizet így is biztosítani kell. A vízfelvételi helyet pedig 300 méteren belül kell elérhetővé tenni, ami lehet közkifolyó vagy a tűzcsapra szerelt vízcsap. Pattintjuk, és akkor egyszerűen így hozhat belőle vizet, aki nem vizet. Az igazi áttörést az a július végi jogszabálymódosítás eredményezte, amely a társasházban élő fogyasztók esetében segítheti a tartozások behajtását, hiszen eddig 4 emeletenként kellett biztosítani a vízvételi helyet. Változtattak a jogszabályon, 150 méteren belül kell kialakítanunk egy vízvételezési helyet a társasházi fogyasztóknak is, tehát ugyanaz lép életbe gyakorlatilag, mint a családi házaknál. Közterületen, közkutról vagy tűzcsapról hordhatja a vizet az a fogyasztó, aki nem fizeti rendesen a vízszámláját és nem partner a részletfizetésekben. A fogyasztók számára a számlák befizetésénél könnyebbséget jelenthet az úgynevezett védett fogyasztói státusz igénylése, amit a szociálisan rászorulók vagy a fogyatékkal élők kérhetnek. Itt is rendszeresen kell fizetni, de sokkal kedvezőbb részletfizetési feltételekkel.